De régen hallottam ezt a számot, amire Mitchell jött be, ezt a kiengedte ki a kutyát. Mondtad azt, hogy egy skót angol az fociba örök rangadó. Itt ebben a párosításban is az? Hát dartsban is egyébként egy örök rangadó bármikor egy angol-skót párharc, bár mondjuk kettejük, tehát hogyha ha in persona rájuk kell kivetíteni, azért ez annyira nem egy nagy múltra visszatekintő párharc, hiszen eddig összesen 9 mérkőzést játszottak. Az első kettőt azt még World Masters keretein belül, tehát még a BDO égisze alatt játszották, és ott egy-egyre állnak egymással a BDO vonalon. Az elsőt azt Mitchell nyerte 3-1-re, a másodikat meg Bolton nyerte 3-1-re. Aztán kimaradt jó sok év, és 2021-ben találkoztak legközelebb, mégpedig Players Championship fordulóban, 2021. február 26-án Boltonban, és ha már Boltonban voltak, akkor Bolton nyerte hát azt a mérkőzést nyilván 6-3-ra, majd utána Wiganben megint Andy Bolton nyert, de az már 2022-ben volt után, és akkor jött a 2023-as esztendő, ugye jelenleg egyiküknek sincsen turkárgya, mind a ketten ugye Associate Members Qualifierként vannak itt, ugye ez is ritka egyébként, hogy a két Associate Members Qualifiert szépen összesorsolták az első körben, ugye ugyanabból a selejtező sorozatból jöttek, és az idei esztendőben ugye a Challenge Touron találkoztak többször, 3 alkalommal is, abból Bolton nyert 2-t, 1-et pedig Mitchell. A European Darts Matchplay-nek a selejtezőjén találkoztak egymással, azt Mitchell nyerte 5-3 arányban, illetve a 14. Players Championship fordulóra a Challenge Tour ranglistán elfoglalt pozíciók alapján meghívták őket, hogy feltöltsék a 128-as mezőnyt. És az a hölgy kapta egyébként a plusz kutyát, amit kidobott itt a bevonulás után Mitchell. No, és akkor azon az ominózus 14. Players Championship fordulón idén, az Hildesheimben volt Németországban, azt megint csak Bolton nyerte 6-4-re, tehát összességében a 9 lejátszott mérkőzés alapján 6-3-ra vezet összesítésben a skót. Két kimért gentleman csatája, ugye Bolton már elmúlt 50 esztendős, a most dobó Scott Mitchell 53, tehát az biztos, hogy rutin lesz a színpadon. Nem is kérdés. És nem rohannak sehova, nem vagdalkoznak. Szépen megnézik, hogy hova dobják azokat a nyilakat. Igen, sőt, Scott Mitchell még a visszasétálással sem nagyon szokott kapkodni, nagyon, nagyon higgadtan és kimérten, meg lehet látni, hogy a dobófolyosóhoz is nagyon szépen, komótosan áll oda. Hát, van idő, kihasználjuk. Igen, olyan finoman tipeg ott a színpadon, mintha a takarítónő előtte volna mosott volna föl. Hát, vagy mint hogyha tojásokon lépkedne, úgyhogy nem, tényleg nem siet sehova. Esélyek, akár a te szempontodból, mit tippelsz? Hát egy picivel én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak alapján, ugye Boltonnal azért találkoztunk már az idei szezonban European Tour fordulón, illetve az egymás elleniek is inkább azt mondatják velem, hogy Bolton az esélyesebb ezen a mérkőzésen, de nem szabad elfelejteni, hogy Scott Mitchell személyében egykori Lakeside világbajnokot köszönhetünk. Úgyhogy 15-ben nyert, 2015-ben. Így van. És több mint 10 BDO világbajnokságon indult. Tehát tényleg egy komoly név. Így van, úgyhogy hát nehéz. Egy hangyányival, de én úgy gondolom, hogy Bolton az esélyesebb, de hogyha Mitchell nyeri meg ezt a mérkőzést, hát azon se fogok meglepődni. Bolton áll jobban egyelőre. Jön egy tripla, egy 100-as, 101-re viszi le Mitchell. És akkor 72-re, van egy pár opcióra. Ő a tripla 20-asat választja, és akkor a dupla 6, gyönyörű. Így kell egy 14 nyilassal felvezetni a mérkőzést. És megy a Rissa egyből. A Scott Mitchellről két nagyon kedves emlékem van. Az egyik az még 2015-ből, amikor Törökországban rendezték meg a WDF világkupát, és a magyar válogatottal én is ki tudtam akkor utazni kísérőként, és Scott Mitchell akkor még az angol válogatott, a WDF-BDO versenyeken az angol válogatott oszlopos tagja volt, és nagyon sokat beszélgettünk akkor Cipó Vivienről,
kiváló egykori utánpótlás játékos, aki sajnos az utóbbi időben hanyagolja a dárcot, de én azért nagyon remélem, hogy egyszer még fogjuk őt tábla előtt látni, és fog még ő szép eredményeket elérni, de most más dolgok vannak, amik az ő életét inkább meghatározzák. Nagyon sokat beszélgetünk vele, és egy nagyon, nagyon kedves, nagyon, nagyon közvetlen ember, aki egyébként nagyon-nagyon sok dolgot jól lát, mind a dárccal, mind a sportdiplomáciával kapcsolatban, ez egyértelmű volt számomra, és tényleg úgy beszélgetett ott mindenkivel, mint hogyha ezer éves szimborák lennénk, tehát egy végtelenül kedves, közvetlen fickó. Spár allure nuku. Semmi, nulla, semmi az ég a világon. És hát ugye 2018-ban, amikor Székely Palival a Dutch Openre kiutaztunk, és pont a legjobb 64 között játszottak Palival egymással, és hát ott is tényleg egy igazi, ahogy te magad mondtad, egy gentleman, tehát egy talpig úriember, nagyon sportszerű volt, nyilván megnyerte a mérkőzést 4-2 arányban Pali ellen, de végig nagyon jó hangulatban, nagyon sportszerűen, tényleg csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. European Tourokon igen ritkán tűnik fel. Igen, és sajnos akkor sem túl eredményesen. Tehát, volt neki túrkártya, de nem tudta megtartani, nem igazán tudta megvetni a lábát a PDC berkein belül, de egyébként egyrészt bármikor, hogyha azt a döntést hozná meg, hogy a VDF versenyén akar inkább elindulni, bármikor megteheti, és egyébként az ő játék tudás alapján ott bőven lenne is neki keresnivalója. Egyébként pedig privátban ő neki van egy farmja, a 2015-ös Lakeside VB címét követően vett magának egy traktort, úgyhogy ilyen szempontból rokonlélek számomra. Én szeretem nagyon a traktorokat. Az most viszont nem jön. Nagyon csúnyán elrontotta azt a dupla 20-as kísérletet. Na mindegy, tehát azért neki van bőven mit csinálnia, hogyha ha darts éppen nem is megy olyan jól, de nem kell azon aggódnia, hogy miből fog holnap kaját venni magának. És dupla akkor 20. A dupla 20 Boltonnak. Dupla 10. Nem jön össze. Pedig kivárt előtte, hátha. Így viszont akkor meg lehet oldani a dupla 16-ot. Nézzük, hogy az jobban megye, mint a dupla 20. Közelebb egy jó van. Közelebb talán. Van. És igen, az meg már igen. A helyén. Nagyon egy. Szóval háztáiban utazik. Simán. Hát, mi jó abban a traktorban? A traktorban? Hát... Én a kukásokat is tanítottam gyerekkoromban, mindenkinek van valamilyen happy. Ugye nekem külön sztorim van a traktorral kapcsolatban, mert nem véletlenül a saját személyre szabott dárcmezemen is a hátán egy traktor van. Nem megyek bele a sztoriba, mert régi történet, unásig ismételtem már, meg nem is akarom fejleszteni vele a kedves nézőket. Akar róla beszélni? Nem, köszönöm, nem. De azt tudod, hogy kik a traktorfiúk, traktoros fiúk fociban, traktor boys. Nem. Ipswich Town. Ó. Igen. Ott én azért kitartok a vörös ördögök mellett. Akármilyen gyatrán is kezdték a szezont. Milyen finoman fogja a nyíl testét. Igen. Mitchell. Igen, nagyon szép maga a nyílfogás is, tehát tanítani való, meg maga a mozdulat, amivel dob, az is nagyon szép Scott Mitchell esetében. Bolton pedig Stoke városában született, ahova valósi fél Taylor, meg Adrian Lewis, nem is tudtam. Vannak a kabala figurák. Láttunk egy T-rexet, meg ugye láthattuk Sidet a jégkorszakból. Tényleg Sid. Most a közönség elcsendesedett, és hagyja kibontakozni a fiúkat. 180! Na, fölébredtek! Az első! Délben nyitották különben itt az MVM Dome-ban a kapukat. Az esti programra pedig, ami 19 órától startol, majd szintén egy órával előtte lehet már jönni. Nem lesz meg a 118-as kiszálló. Egy tripla érkezik. Hát így, amikor a király szervíroz.
Ilyen ez. Itt pedig nem lesz meg a 160-as kiszálló. Bolton eléggé érdekesen kerekített, 26 pontja maradt neki. Szerintem most realizálta, hogy mire maradt. Rámegy a direktben a dupla 13-ra. Természetesen, miért nem menne rá? Szépen megoldja első nyillal. Úgy indul a mérkőzés, hogy egyelőre mindenki hozza a sajátját. Így van, nagy meglepetés nem történt. Kezdés itt, kezdés ott. 60-as kör Mitchelltől. Egy jelen pillanatban a PDC világban is nem mind a ketten 100-on túl vannak, tehát kívül vannak, de itt egy jó szereplés azért lendíthet. Egyébként nagyon szép feladat vár a mérkőzés győztesére, hiszen a torna első számú kiemeltje Dave Chisnall várja őket. Bizony, aki ugye két tornát is megnyert ebben a szezonban már, nagyon jó szerepel. Tavaly pedig, ha jól emlékszem, akkor elődöntős volt. Igen, és ugye igen, akkor Kalentől kapott itt, ki. És egyébként itt is úgy csinálták meg az ágrajzot, hogy variáltak rajta, tehát nem az első kiemelt Dave Chisnall van a főtábla tetején, hanem ő lent van az alján, helyette a hatodik kiemelt Rob Cross van a főtáblának a tetején, ugye ennek azért lesz majd jelentősége, hogy vasárnap milyen sorrendben haladunk majd ágrajz szerint, tehát nem az első kiemelt ágával kezdődik majd a vasárnap délutáni program, hanem a hatodik kiemelt ágával, és majd úgy megyünk szépen, szépen előre. De hát ezt majd Lukács Viktor és Molnár László szépen lemenedzseli vasárnap délután. ...140, Mitchell. Boltonnak lent kell kezdeni a 19-esen, ezt ő nagyon jól tudja. Most már fel lehet váltani 20-asra. Még egy tripla kellene. Nagyon jó, 139-el marad a 164. 102-re Mitchell. Egy tripla mindenképpen kellene. Megvan. 10-es, vagy 6-os, és a dupla 18. Nem jön össze. Ő erre játszotta. Hát több opció is volt itt azért. Na, 164-re. Tripla 20. Nem jön, lesz meg. Akkor ezzel elugrott. 41. Marad a 123 pont, Mitchellnek pedig akkor a dupla 9 a feladat. Hát egy. Akkor egy nyíl lesz. Hú, majdnem átment a 18-ba. De nem ment át, dupla 4, az ott pedig van. A helyén van. Ennyi. Így végül, kicsit nehézkesen, de hozza a sajátját ő is. 18 nyilas játékkal, 2-2. Ez most nagyon jó kezdés Boltontól. 177-es. Majdnem olyan jó, mint egy 180, csak nem kell annyit kiabálni hozzá. Ez csak 60. Itt már nem lesz maximum. Sőt, neki is csak 60. Dróton csücsül Mitchell első nyila, és nem sikerül bevezetni róla a triplába egyelőre. A harmadik az már a helyén van. Százas kör. Még mindösszesen egyetlen egy 180 volt a mérkőzésen, a Andy Bolton jegyzi. 100, Bolton. Ezzel ő már kiszállón van, Mitchellnek ellen a három tripla. Egy megvan. Nem lesz így kiszállón az angol Boltonnak, hat nyilava, hogy megoldja a leget. Nagyon szépen komótosan haladnak előre. Átlagok nem ütik ki azért a közfalat. Most jó a tripla 20. De nem fog rá menni, nem rá. De nincsen kiszállón az ellenfél, minek veszem el a szépségben. Új, de szépen viszi le. Nagyon okosan lekerekített 24 pontra, Mitchell dobhat, amit akar. Bolton vissza fog térni erre a dupla 12-re. Hát legalább már azért ő is kiszállón van. 100-as, a dupla 12, a 3-2-ér.
Jó jelölő nyíl, picit mellé. Azt túlhúzta, dupla 6, így a feladat. Ott és van. Az a helyén van. Van. Ennyi, 15 nyilas játék. De szépen komótosan haladnak. Átlagok nem a legmagasabbak, de nem is annyira ordító. A Ross Boltonnak 91,23, Scott Mitchellnek 85,83. És azért lehet látni a reakciókon, hogy azért fontos nekik ez a mérkőzés. 140. Ő a mai nap egyetlen skútja már, mint Bolton, és aztán még ott van Peter Wright. Igen, jobb adatokat produkál eddig Bolton. 60. 3.31-re Mitchell. Azért van ám komoly esély arra, hogy ez 6-5 lesz, és mindenki hozza a sajátját. Igen, és ez talán az egyik olyan mérkőzés, ahol az idő is egy picit, fogalmazunk úgy, hogy ellenünk dolgozik. Hát most kéne véget érni ennek a találkozónak. Nagyjából. Ha menetrend szerint megyünk. Utána jön még Williams és Fenstra mérkőzése, aztán Dedekker ellenfele Gilding, Van Feeney pedig Dolan, és aztán az esti programot azonnal egy magyar, Jagica Gábor nyitja, aki ugye itt volt az első eseményen, még talán sokan emlékeznek rá, Louis Williams-től kapott akkor ki 6-3-ra. Hát nagyon drukkolunk a három magyarnak este. Szerintem egy biztos, hogy össze fog jönni egy továbbjutás. Nem, nekem valami azt súgja. Legyen úgy. Egyszer meg kell törni már ennek a jégnek, és akkor utána már jönnek a győzelmek. Pontnál jár Mitchell jelen pillanatban. Igen, nem tudja megoldani a 150-et, úgyhogy itt most azért cidrizhet. Marad a 90 pont, esély a breakre. Bizony. Tripla kell. Lehetne. Megvan a tripla. És akkor a dupla 16 a végére. Nem sikerül, mozdult a drót, nagyon közel volt. Pár milliméteren múlott mindössze. Mitchell. Megvan a tripla, dupla 15. Megcsinálja. Igen. Eléri az utolsó csatlakozást ezzel, 3-3. Tehát most lépünk a mérkőzés második felébe. És a közönség soraiból érkezett is a Who Let the Dogs Out mintájára. Igen. Szerintem az egy törpes nautszer, ami a hátán dízeleg. 60. Hát, nem hiszem, hogy kifejezetten német kutyát rakna rá egy angol a hátára, de szeretem egyébként a snauzereket, hogyha lenne. Jó kutya. Ha lenne kutyám, akkor snaucerem lenne. Hú, benn maradt. Ütközött a másik nyillal. Egyébként az angol kommentátor kollégák elkezdték elemezni egyébként Mitchellnek a mezét. Ugye egyrészt a pink, uh-huh, az ugye nem egy gyakori szín a férfiaknál. Mitchell ennek ellenére nagyon, nagyon szereti ezt a rózsaszín megközelítést. Egyébként ez látszik a száraknál is, a nyílszáraknál is, meg a tollaknál is. Illetve ami még egy kicsit speciálisabb az ő mezénél, hogy az ink új, az nem olyan hosszú, mint általában szokott lenni a játékoson, hanem ugye lehet látni, hogy nagyon nem is ér el a könyöké, sőt. Lehet, hogy egy számmal kisebb, vagy nem, így van varva? Nem, direkt ennyire rövidre van, ennyire rövidre van szabva, hogy ne nagyon birizgálja neki a könyöke környékén a karját. Itt sokkal komfortosabbnak érzi
érzi a dobást. Ugye a Magyar Dárt Szövetségnek is van egy öltözködési szabályzata, meg egyébként mindegyik világszervezetnek van egy öltözködési szabályzata, amit ugye kötelezően be kell tartani, és a mezre vonatkozóan, most kifejezetten csak a szabására vonatkozóan ugye az a megkötés, hogy a vállat takarnia kell, tehát kell, hogy legyen ingúj, ami lelóg, de az nincsen megszabva, hogy milyen hosszúnak kell annak lennie. Ugye Kósz Tompe volt ilyen szempontból nagyon speciális és egyedi karakter, de közben várjuk meg Boltonnak a kiszállóját, dupla 20, nincs meg. Mert ugye Kósz Tompe volt az egyik olyan játékos a PDC-ben, aki hosszú ingben játszott. Psz, az igen. Igen. Tripla 19. Nem lesz meg a kiszálló 155-ről. De neki is megvolt az esélye esetleges breakre, illetve még megvan. Attól függően, hogy Bolton most mihez kezd. Ez a dupla 20, azért ez nem tűnik bonyolultnak. Dupla 10. Így már bonyolultabb. Bár ott van a jelölőnyíl. Nem csinálja azonban meg. Ennél közelebb Mitchell még nem volt egy breakhez. És ugye most már azért elhagytuk a meccs elejét. Tehát egy fontos pillanat. Kicsit kell keletre menni. Még egy kicsit. És ott van. Elveszi. Elveszi az első ilyen tehát a mai mérkőzésen, és ő kezdhet. Vitus táncot nem jár azért még Scott Mitchell. Nem. Szóval van egy ilyen dresszkód, hogy hogyan lehet. Van. Tehát lyukacsos atléta trikóban nem lehet odaállni. Ki van zárva. És mi a baj a rózsaszínnel? Pink Cadillac, ja, Pink Panther. Nekem semmi bajom nincsen vele. Sőt, ha már Pink, és mondtad, hogy Pink Panther, van egy nagyon jó Békés Csavai punk zenekar, Pink Punkers azon. Tényleg? Nem, igen. Van. A szövegeikből inkább nem idéznék, mert az nem szalonképes? Nem feltétlenül szalonképes, de nagyon mókásak, nagyon jó kis zenét játszanak. Százas. Azon gondolkodom, hogy Scott Williams, illetve Richard Feinstra mennyire dob gyorsan, be tudják-e hozni ezt a lemaradást a következő meccsen. Az egy picivel pörgősebb mérkőzés lesz. Mert itt ez a mérkőzés most már azért jóval több, mint fél órája tart. Igazából nem. 25 perc környékén jár. Igen, olyan óra 10 környékén jöttek akkor be. Akkor még nem vészes. Esetleg akkor lesz nagyobb csúszás, ha tényleg kijátsszák a 11 leget. Most Mitchellnek kellene egy picit iparkodni, hogy a saját kezdését tartani tudja, ha már megvan a break. Eddig nem rossz. Egy már jött. Kellene még egy. Nem jön, 135 pont maradt, kiszállónak kiszálló, ó, és egy Pikachu fan hozza a sört, hős. Major Nándor ellenfele lesz, ugye Pikachu? Pietrecko, a németek kitűnősége. Este 10 óra környékén, hogyha nincsen jelentős csúszás a programban. Megvan a 25-ös, tripla 20-szal kell folytatni, nem jön össze. 105 pont marad, na nézzük, hogy mit választ. Marad a 20-ason? Igen. 50-nel, így marad a 85 pont. Na nézzük akkor Boltont. 100 fölötti kiszálló még a mai meccsen itt nem volt. Megvan a tripla 20. 17. Megvan, dupla 16. Az igen! Hibátlan. Hibátlan. És visszaveszi Bolton azt, amit az előbb elvettek tőle. 4-4. Elismerően bólogatott Mitchell is. Úgyhogy megint ott van a feladat Mitchell előtt. Le kell brékelni a Boltont, ha tovább akar jutni. Így nem lesz egyszerű.
továbbra is komótosan játszanak. 90 alatti tömegelése mind a két oldalon. Láthatjuk, hogy hány nyilat használtak eddig el. És hát Bolton ugye úgy is jól áll, hogy a kiszállózás az csak 28%. Másik oldalon ellenfelének 40%. Százas. És egyébként van egy sorozat, ami elindult a mai mérkőzésekkel, és egyelőre még nem szakadt meg. Mindegyik találkozón eddig láttunk 100 pluszos kiszállót. De a 161 mindent visz. Ezt még egy párszor el fogom mondani ezen a hétvégén szerintem. Van Mitchell. 9 nyilat már el tékozolt ő is, Bolton is, tehát nem egy kiemelkedő legez. Pici pont előnyben a skót, és ráadásul ugye ő kezdte ezt a leget, főleg ezzel a százassal azért jobb helyzetbe került. Még akkor lehet érdekes, ha mondjuk Mitcheltől most jönne egy maximum, vagy egy 140, de nem jön. Lesz egyáltalán tripla benne? Nem! Nem. Így viszont 6 nyila van Boltonnak, hogy megoldja a 110-et, nem kell neki kapkodnia, nem kell idegeskedni, ha esetleg nem tudja most megcsinálni. Megvan a tripla. 18-as, és a dupla 16. Az előbb megvolt, most is megvan, persze, hogy megvan! Ez azt jelenti, hogy vezet Bolton, hozta, ami neki fontos, a sajátját, hogy Mitchellnek egyre kellemetlenebb a szituáció, és nagyon rosszul kezdi. És Bolton az első olyan játékos a mezőnyben, aki 200 fölötti kiszállót is tudott dobni. Íme. És ha Zsinórban hoz 3 leget, akkor ő várhatja a szombatot. És láthatjuk, hogy a Bolton által megnyert legek egy kivételével mind 5 körösek voltak, ellenben Mitchellnek 6-7 körösök kellettek. Hát azért ugye a tömegelésen is ez meglátszik. Igen, más kérdés, hogy ott azokban a legemen volt ideje, mert a Bolton se dobott olyan jól. Százas folytatás. Jelenleg 91,6 Bolton átlag, ami 83,94 Mitchellé. És mégis eléggé szűk a különbség a két játékos között. De megint csak egy jó példa arra, hogy nem a körátlag dönti el a mérkőzést. Kiszállózásban Mitchellnek 40% a hatékonyság, a Boltonnak 33. De 5 nyillal többet dobott el a skót duplára, de csak egyel talált el többet. Fej-fej mellett ebben a legben. Na, 161. Megvan a tripla 20, tripla 17. Nem. Nem lesz meg. Ő nem Vida Mihály. Hát nem ám. Ezt kevesen tudják. Na, 164. Az az Ihász kiszálló? Hát, Laci nevezte el így. Jól hangzik. De csak akkor, ennyire beszéljünk már haza. De csak akkor, hogyha két tripla 19-essel kezdi. De ő alapból 20-assal kezd, és nem is oldja meg a kiszállót ezúttal. Ihász Veronika, ugye VDF VB-n dobta ezt a parádés kiszállót. Mai napig, ugye tekintettel, hogy ez tavaly áprilisban volt, és azóta ugye nem volt VDF világbajnokság. Dupla 10 Mitchellnek, mindjárt befejezem a gondolatmenetet, az egyenlítésért. Megvan, úgyhogy kijátsszák, döntőleg következik. Ez így igazságos, így fair, azt gondolom. Volt erre nagyon nagy esély meccs közben is, hogy végig játsszák. Tehát ugye az a tavaly megdobott 164-es kiszálló Veronikától az a női világbajnokságok történetében mai napig legnagyobb, legmagasabb kiszállója. Remek kezdés Boltontól, csak egy csúszott mellé.
December 2 és 10 között lesz majd a következő Lakeside-i világbajnokság. Ugye több magyar játékos is ott lesz a férfiak mezőnyében, Kovács Patrik és Takács Gábor mindenképpen, a hölgyek versenyében Ihász Veronika, illetve ugye az ifjúsági lányoknak ott már csak a döntőjét rendezik meg, és az olasz Aurora Focessato ellenfele Turai Krisztina lesz, úgyhogy biztosan van Lakeside-i világbajnoki döntősünk, ez mindenképpen egy sporttörténeti pillanat lesz majd számunkra. Oh, 140 Mitchell-től. Na ezt a leget most elég szépen megküldi hátsó pályáról. Két darab 140-es indítás. Kéne legalább egy. Nem. Így gyakorlatilag olyan, mint hogyha Mitchell kezdte volna ezt a döntőleget. 3 nyillal kevesebbet használt el, és 19 pontos előnye van, és tovább növeli. Aj, de jól megy most neki. Hihetetlen, amikor a legjobban kell. Kirk Bevinctől is meghallgattunk egy csodálatos maximumot. És ott van a győzelem kapujában Mitchell. Hát ezt nem gondoltam volna azért 4-5-nél. 140 Boltoni, ő is 100-on van már. Na nézzük. 9, dupla 16. Még egy dupla 16. Két meccs nyíl. Nem oldja meg! És nagyon-nagyon messze volt az a két nyíl. Bolton, meg lehet kettőből ezt is oldani. Ez az ő szintjükön nagyon komoly hibának számít, amit most Mitchell művelt. Az köszönő viszonyban nem volt a duplával. Na, nem, akkor egy lesz valószínű. Kettő dupla? Igen, nem. Ezt szerette volna, de nem fogja tudni megoldani. Ezt meg elszórja az ötösbe. Marad a 75. Még 3 nyíl Mitchell előtt. Mitchell kezében. A szombatér. És az már ott van. No hát, egy másik korábbi BDO világbajnok is jól játszott, és az hátrányból fordítva győz az 53 esztendős Scott Mitchell. Ennyi egyelőre, tehát kedves nézők, szünet, és utána jön egy angol-holland párharc Scott Williams, illetve Richard Feenstra között.